Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Az ember két dologra szokott büszkére lenni a Priusza kapcsán, többre mondjuk nem is lehet. Az egyik, hogy nagyon keveset eszik, a másik, hogy nem romlik el. Viszont mostanra az a helyzet, hogy ezek 16-17-18 éves autók igenis el tudnak romlani, ugye a motornak is lehetnek hengerfej problémái, valamint az akkumulátor is el tud öregedni. Úgyhogy most eljöttünk a Toy Car Hybrid Centrumba, és megnézzük, hogy hogy újítanak fel egy ilyen akkumulátorcsomagot. És most mesélek egy durva horror történetet arról, hogy egy Toyota is el tud romlani. Megjelent a halál háromszöge, és hogyha rámennénk diagnosztikával, akkor beadná a P0A80-as hibát, de a lényeg, hogy itt látjuk ezt a kis piros autót, ami arra utal, hogy a hibrid rendszernek van hibája. Viccet félretéve? Nem kell kétségbe esni, ilyenkor azért már lehetőség szerint ne használjuk az autót, hibakódtörölgetés után se használjuk az autót, mert tartósan károsodhat az akkumulátor, ilyenkor érdemes elmenni az első szervízbe. A legtöbb probléma az akkumulátor hőmenedzsmentjére vezethető vissza, ugyanis ezt az akkumulátort az autó folyamatosan tölti és kisüti, ami hőleadással jár, vagyis hűteni kell. Az autó itt vesz levegőt, így a hátsó ülés széle és az ajtó között, ezen a lamellánál beszívja. Itt van maga a keringető motor, betolja az akkumulátorba, majd a meleg levegő itt távozik. Most előbb beszélgettem itt Péterrel, a szerviz vezetőjével, aki azt mondta, hogy elképzelhető, hogy talán egy picit alulméretezték ezt az egészet, viszont nagyon sokszor inkább felhasználói hibára vezethető vissza a károsodás, ugyanis az embereknek szöszön a ruhájuk, gyerekeket visznek vele, akik általában koszosak, kis állatokat, akiknek hullik a szőre, meg mi egyebek, ezt a rendszer beszívja és delejesen csökkenti a keringető motornak a hatásfokát. Hogy mennyire? Azt meg is mutatom. Tekintsünk most el attól, hogy ez egy GS453-nak a szellőztető motorja, ez egy autóból származik, tehát nem polcról levett új alkatrész, amikor tiszta, akkor ilyen, itt van benne ugye a turbina maga, mögötte ott van a villanymotor, és ez szépen tudja keringetni a levegőt, ahogy azt az akkumulátor igényli. Most mutatom, hogy milyen, amikor probléma van. Ilyen. Azt hiszem, nem nagyon kell magyarázni, miről van szó. Nehézkesen forog, és hát ugye a lapátok, amiknek az lenne a dolga, hogy áttolják a levegőt, nem nagyon tudnak mit csinálni, annyira eltömítette őket a por és a kosz. Én meg most elmegyek kezet mosni, mielőtt elkapok valamilyen fertőző betegséget. De itt van például ez a Lexus RX, ez ugye ez egy nagyobb teljesítményű hibrid, látszik, hogy lényegesen nagyobb, már hármas osztató akkucsomag van benne. Ez például innen a láttérből vesz levegőt, ami azért problémás, mert az ember mondjuk vásárlás után csak így behelyezi a cekkert, neki nyomja a szellőző nyílásnak, és egész egyszerűen nem tudja átkeringetni a levegőt a rendszer az akkumulátorokon, és megsüti a panelt. A kettes Prius meg például itt lélegzik, tehát figyeljünk arra, hogy mondjuk utastársunk, amikor elalszik a hosszú úton, akkor ne ezen pihentesse a vállát, fejét, meg amikor egy kicsit belóg már, a biztonsági öv megereszkedik, az is simán el tudja takarni, ami megint csak nem jó, és hát itt sem lehet eleget hangsúlyozni a takarítás fontosságát, főleg ha mondjuk gyakran viszünk kis állatot az autóval, mert a szőr az nagyon könnyen el tudja ott belül tömíteni a dolgokat. Ahhoz, hogy értsük a problémát, meg kell ismerni magát az akkumulátort. Ez itt egy 201,6 voltos, 1,3 kWh-es akkucsomag, amely 28 darab panelből épül fel. Nagyon fontos, hogy nem cellából, panelből, mert hogy ez a 7,2 voltos, 6,5 amperes panel, ez 6 darab 1,2 voltos cellából épül fel, tehát azok a cellák. Nagyon fontos viszont, hogy ez egy úgynevezett sekélyciklusú akkumulátor, sekélyciklusban működik, shallow cycle. Ez azt jelenti, hogy sosem megy 40% alá, és sosem tölti 80% fölé. Erre azért van szükség, hogy kiméljék az akkumulátort, amennyire sem lehet. Ugye ez még egy nickel metal hidrid akkumulátor csomag. És például Kaliforniában 10 évre vagy 240.000 kilométerre szóló garanciát adnak erre a csomagra, ebből is látszik, hogy nincs nagyon megterhelve. A későbbi Toyota hibrid modellek, amik még a 2-es Priusnál is kevesebbet fogyasztanak, azok azért tudnak kevesebbet fogyasztani, mert egész egyszerűen többet használják az akkumulátort, emiatt valószínűleg hamarabb is használják el. Viszont ami igazán érdekes az az, hogy ez az akkumulátor csomag ugyan egy 2-es Priusé, de az összes polgári hibrid Toyotában nagyjából ugyanezt találjuk meg. Lehet, hogy a Yaris hibridben kevesebb cellából rakják össze, de a Lexus RX-ek
ben például hármas osztatú más cellákból felépülő csomagok vannak. Gondolkodtatok már azon, hogy néznek ki egy hajtórút, hogyha Salvador Dali tervezné? Nagyjából így. Itt az történt, ezek egy 3-as Priusból származnak, hogy az autó hengerfejes lett, és folyamatosan víz jutott az égéstérbe. És bár a tulajt nyomatékosan megkérték, hogy ne közlekedjen így az autóval, sajnos muszáj volt közlekednie. És itt a probléma abból adódott, hogy ugye a Toyota hibridekben nincs külön indítómotor, hanem az a villanymotor generátor indítja a belső égésű motort, ami amúgy az autó hajtásáért is felel. Ez egy nagyon nyomatékos villanymotor. És hogy mennyire nyomatékos? Ennyire. Hát ugye a villanymotor megtekerte a főtengelyt, a dugó elindult fölfelé, ott találkozott a vízzel, ami összenyomhatatlan, ezt megtanultuk fizika órán, és ezt a szép absztrakt alakzatot csinálta a hajtórútból. Van még pár egész extrém, itt egy egész gyűjtemény belőlük. Ez itt az akkumulátorcsomag vezérlőegysége. Ez pedig az úgynevezett kapocsor. Érdemes megnézni, hogy ugye ezek kötik össze a cellákat, ezek kis rézlemezkék, ezek eléggé el tudnak az évek során oxidálódni. Itt az alján a diagnosztika miatt van egy extra vezetékköteg, valamint itt vannak a relék. Érdekes, hogy 10-ből 2 behozott autónál állítólag még az is előfordul, itt nagyon jól látszik, hogy a vezérlőnek a stekkere egész egyszerűen átég zárlatot okoz. És hogyha már ennyire priuszozunk, elő kell venni a legendás büdös csövet. Ugye, sokan szeretik zrikelni a priuszokat azzal, hogy istállószagok van, ami hát ezeknek a csöveknek tudható be. Újrahasznosított mezőgazdasági hulladékból készül, állítólag a legenda szerint, és ugye ezzel szellőztetik hátra az akkumulátorokat, ezt sokan egész egyszerűen kidobják, vagy PVC-re cserélik, de az biztos, hogy idővel elkezdenek visszatérni a természetbe, és ilyen ragadósan, nyúlósan szétmállanak, és hogyha az autó mondjuk 3 napot parkol a napon, úgyhogy csukó van mindene, akkor utána az ember kinyitja, és tényleg útrágya szaga van. Egy képzett szerelő ezt az akkumulátorcsomagot nagyjából 20 perc alatt kibontja az autóból, tényleg csak a kárpitokat kell kiszedni, és utána jöhet a diagnosztika, ami a művelet legérdekesebb része. Akkumulátor diagnosztikai gépet amúgy lehet vásárolni készen is, de Péterék inkább megépítették, ez így nagyjából 3 millió forint. A lelke azok a kis töltők, amiket az az ember ismerhet, aki mondjuk játszott már modellrepülővel, modellautóval, vagy esetleg airsoftozik, mert azokat az akkumulátorokat is ilyennel lehet tölteni. Ugye ezeknek az a lényeg, hogy nem csak tölteni, de balanszírozni is lehet vele. És ezeket csak szimplán rákötik a panelekre, és az ezekből beérkező élet, az befutatják egy USB hubba, a vezérlők levezénylik a töltést és a kisütést, abból keletkezik itt egy jel. Jól látszik, hogy ez itt egy kifejezetten beteg akkumulátor, de referenciának kértem egy olyat, ami nagyon jól látszik, hogy meglehetősen egyenletes a nyaládnak a lefutása, nincsenek neki lábai, ez itt egy egészséges aksi. És ahhoz, hogy követhető legyen a folyamat a szerelők számára is, az értékeket bemásolják egy Excel táblába, ahol a függvénynek előre megvan adva, hogy milyen színnel tartozik az adott értékekhez, és innen látják azt, hogy melyek az egészséges és melyek az egészségtelen cellák. Ugye különböző színekkel megjelölve minden számon tartható, és így a kezébe lehet nyomni a jegyzőkönyvet a kedves ügyfélnek. Tökéletes. Viszont, hogyha már nagyon sok panelbeteg, nem javasolják a cseréjét, ilyenkor komplett akutömböt kell venni. Most az embernek két útja van. Az egyik a bontott. Érdekes módon 4-500 ezer forint alatt nem nagyon lehet bontott tömbhöz hozzájutni, mégpedig azért, mert az oroszok felfedezték, hogy az Uralon túli régiókban, ahova még nem ért el a közmű, ezeket le lehet telepíteni szigetesen, a beteg priuszakukat, és töltetik őket napelemről, így megoldva a háznak az energiaellátását. A másik út, az az új Toyota csomag, ez most valamivel 900 ezer forint fölött van újonnan. Most egy ilyen kettes Priusnak a jelenlegi őrült használt piaci tendenciák mellett nagyjából 2,5 millió forint a piaci értéke, vezetett szervizkönyve, jól felszerelve, mindenkinek el kell döntenie, hogy megéri a 2,5 milliós autóra még egyet rálocsolni. A szerviz tapasztalat azt mutatja, hogy a döglődő panelek jellemzően tavasszal, esetleg nyár elején, tehát az első meleg napok megérkeztével szoktak megpusztulni. Péteren állítólag ilyenkor ízik a telefonja.
de most úgyis mindenki a költségekre kíváncsi. Az akkumulátor csomag 2-es Prius esetén, tehát az akkumulátor csomag kiszerelése és bevizsgálása az nagyjából 70 ezer forintba kerül. Ha kevesebb a cella, akkor valamivel olcsóbb, ha több, mert nagyobb autóról beszélünk, akkor nyilván drágább. És onnantól kezdve pedig, hogyha megvannak a beteg panelek, akkor panelenként 15 és 25 ezer forint között cserélik őket, ugye ez nyilván megint csak a panel állapotától függ. Ehhez használhatóak bontott panelek szelektálás után. Tehát, hogyha megtörtént a mérés és kiderült, hogy a mi akkumulátor csomagunk mondjuk egészséges 4 és 5 amper közti panelekből épül fel, akkor abba 4 és 5 amper közti paneleket kell beépíteni, mert ugye nem szabad sem ezeknél jobb állapotúakat, sem ezeknél rosszabbakat. Hogyha az akkumulátor csomag akár ilyen panelenként 3 amper környékére lemegy, még azt sem feltétlenül kell kidobni, a lényeg az, hogy egyenletesen a javítás során 3 amper környéki cellákkal pótoljuk, igaz ez akkor is, hogyha egy egészséges mondjuk 6 amper fölött tudó akkumulátor csomagról beszélünk. Ezek itt szétszelektált csomagok, ez a torony itt például egységesen 4 amper fölött tud, ez a kettő itt pedig szintén beépítésre vár, ezek 3 és 4 amper köztiek. Pár 10 000 forintért lehet vásárolni mindenféle bluetoothos diagnosztikai eszközöket, amik akár ingyenes applikációkkal is képesek arra, hogy megnézzük az akkumulátor állapotát az autóban, akár menet közben is. Most ezzel két probléma van. Az egyik, hogy nem egyesével kezeli a paneleket, hanem kettesével. A másik pedig az, hogy feszültség alapon működnek. Tehát mutatom a problémát. Rámérek erre a MAK egészséges 4000 mA feletti panelre, és azt látom, hogy 8 volt. Itt van ez a másik panel, amire hogyha rámérek, akkor azt látom, hogy még több is egy egész kicsivel, mint 8 volt. Na most ennek viszont már 500 mA alatt van a kapacitása, tehát kuka, ez teljesen megdöglött. És ezt nem fogja nekünk megmutatni a diagnosztikai műszer, csak az, hogyha kiszereljük és a már előbb taglalt hosszantartó alapos diagnosztikát lekutatjuk. Egy dolgot nagyon fontos megjegyezni a Prius akkumulátor felújítása kapcsán, mégpedig azt, hogy a Toy Car Service nem vállal garanciát a felújított akkumulátor csomagra, csak az általuk beépített panelekre.